Tollamös közelmúltban átadott természeti szépsége, ékessége, a Magasparti Szabadidőközpont nincs meg annyi más eseménynek, a nyár elmaradhatatlan halfőző versenyének is roppant ideális helyszíne volt. Kell is a hely a tér, mert hogy amíg másút már kimúltak ezek, a rendszerváltozás után nagyon divatba jött halfőző versenyek, hova tovább bajnokságok, Tolnán masszívan megmaradtak, amelyeknek csúcsa a mindenkori nyári nagy rendezvények alatt zajló verseny, amelynek presztízse van ma is Tolna városában. Már az előkészületek több mint 10 profi gasztronómiai magas szintet képviselő csapat jelenléte ezt sejtette. A hangulati aláfestés is megvolt hozzá. Nyári fesztivál, bárka fesztivál, akkor Dunapart. Ha Duna, akkor hal, ha hal, akkor halászlé a tolnaiaknak. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy a tolnai családokban a mindenféle ünnepi alkalmakkor a fő étel az a halászlé. Tehát legyen ez akár még korábban disznóvágás is, most hát azért születésnap, névnap, karácsony, húsvét, szinte minden alkalommal, vagy minden alkalmat megragadunk arra, hogy halászlét főzzünk. Isteni halászlék rotyogtak ezekben a bográcsokban. Ami nagyon-nagyon fontos az, hogy mindegyik bográcsban készült. Volt, aki vette a bátorságot, és fát vágott, és fával főzte, volt, aki gázzal főzte, de mindenki kivétel nélkül bográcsban, tésztával, zömmel, pontyalapból, paprikával, vízzel, hagymával, és gyakorlatilag ezen kívül, aki még hozzátesz valamit, az vagy hozzátesz, vagy elvesz belőle. Tehát én azt gondolom, hogy én nem vagyok, nincs nálam a bölcsek köve halászlé ügyben, de a tolnaiak tudnak halászlét főzni, és azt gondolom, hogy a zsűrinek is nagyon nehéz helyzete lesz, amikor a legjobbat kell kiválasztaniuk. Szó se róla, a háromtagú zsűri elvonulva egy nyugalmas helyre, távol egy kicsit a bárka zajától, igyekezett a sok jó közül kiválasztani a legjobbat. Többszöri kóstolásra bizony időre volt szükség ahhoz, hogy megérzéseiket, értékítéleteiket pontokban, helyezésekben is összegezzék. Minden csapat egyébként reménykedett abban, hogy a helyezés szempontjából is maradandót alkotnak majd, nem csak a baráti társaságok dicséretét gyűjthetik be. A mözsi nyugdíjasok a tolnai típusú halászlére esküsznek, ebben aztán nincs és nem is volt ellentét a két ősi városrész között. Ami lényeges a dologban, azokat eltitkolják. A tolnai halászlé az egyik legegyszerűbb halászlé. Az, amire alapul, úgy, ahogy mondták, a hal, paprika, hagyma, stb. Örölt paprika, tehát nincsen különlegesség benne. Nem tesznek bele csavart, meg mély, hogy miket csinálnak. Tehát úgy, mint mözsi és tolnai különbség, ez gyakorlatilag nincs, mert már egybeolvadtak a dolgok. A mözsiek, ahogy a versenykírásban is rögzítve volt, szigorúan ponyhalászlét főztek. Ponyhalászléba indulunk. Hát ez volt a csapatnak is a kérése, hogy ne legyen mindenféle hal benne. Nem azért, mert nem szeretik, meg nem eszik, hogy mindenki kíváncsi egy tiszta ponytyízre. Az osztódással időközben szaporodó tolnai nyugdíjas szervezetekből immár 3 is van, és mindegyik főzte a maga halászléjét az árnyas, igazán szép zöld, mi több ökó környezetben. A legújabb szervezet a Vándorló Szépkorúak klubja, amely nem csak tolnamözsi klubtagokból áll, 500 embernek főzött ezúttal, miközben egy éppen ezen a napon 80 éves hölgy taktársukat felköszöntötték Zsinka Jánosék, még aznap kora reggel szedett illatos virággal is kedveskedtek. Boldog születésnapot! Köszönöm szépen! Na még egyszer! Nem az a fontos az ember, hány éves, csak a szíve legyen fiatal! Nagyon szépen köszönöm a Jánosnak, meg az egész nyugdíjas társaimnak, hogy megemlékeztek az én születésnapomról. Nagyon-nagyon összetartó, nagyon egymást szerető emberek között vagyok, és nagyon szeretek köztük lenni, sokat megyünk kirándulni, meg fürödni, meg nagyon-nagyon rendes népek. Fontos az, hogy próbáljuk meg megőrizni azt, amink van, a 21. századi igényekhez igazítva, és ez egy remek alkalom arra, vagy egy remek lehetőség volt arra, ez a helyszín, hogy valami olyat hozzunk létre, ami a múltat is idézi, de a jövő felé is mutat. Nem lesz, hogy